Luffyval a kezükben léptek ki utoljára egykori iskolájuk bejáratán a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium végzős diákjai szombaton. A ballagás napján értük öltözött ünneplőbe szeretett iskolájuk, mert útjuk, amire 4 vagy 6 évvel ezelőtt ráléptek, lassan véget ér. Ha most nem is így látjátok, ez volt az utolsó gondatlan, felszabadult időszak számotokra. Egy nagyon fontos állomás az életünkben. A sok nevetés, a beszélgetések, a barátok, kirándulások, a sok siker és a kudarcok. És most eljött a ti pillanatok. Kivételes nap ez a mai számotokra. Diák éveitek végére érve az utolsó állomás előtt álltok. Ezt az állomást és az idevezető utat később visszagondolva minden bizonnyal életük egyik legszebb szakaszának tekintik majd a most végzős diákok. Aztán azok a bizonyos luffik is útnak indultak, ezzel jelképezve az új életszakaszt, ami a végzős diákokra vár. A közös csínytevések, egy dolgozat jó megírása vagy egy verseny viszont örökre szép emlékek maradnak. Nem tudom elmondani, sok családtagom is itt van, akikre nem számítottam, és most nagyon boldog vagyok. Családi kajára megyünk, ilyen kis szűk családi kör, este meg egy ilyen kis barátos vacsora lesz. A ballagás meghittsége bizony még a kemény férfi szíveket is megdobogtatja. Nem is tudom, mit mondjak itt. Hát nem tudom, sajnáljuk, hogy itt hagyjuk az iskolát. Sok barátot szereztünk meg. Így ez volt talán a legfontosabb az eddigi életünk során. Merre tovább kötélünk a tervek? Hát Budapestre megyünk. Szerencsére így többen a baráti körbe. Pénzügy számít, ilyen gazdaság. Minden év folyam más, és minden gyerek, minden diák más. Két osztály is különbözött egymástól természetesen, viszont abban azt gondolom, hogy nagyon hasonlítottak, hogy nagyon jó kis közösség kovácsolódott ki. Ahogy említettem is a beszédemben, ez nem ment problémák meg konfliktusok nélkül, de ha szükség volt rá, akkor nagyon össze tudtak tartani, és nagyon tudták segíteni egymást. És ez a sikernek az egyik feltétele, tehát hogy eredményesek legyenek, hogy képesek legyenek tovább lépni majd, ez egy fontos feltétel. Talán az is sajátossága volt a 6 évfolyamos osztályunknak, hogy tulajdonképpen senki nem ment el ebből az osztályból, mert azért előfordul, hogy jönnek, mennek diákok egy-egy osztályban. Itt tulajdonképpen állandó volt az osztály létszám, tehát nagyon, nagyon összetartóak is voltak, és azt gondolom, hogy megtalálták a helyüket, és képesek voltak elfogadni mindazt, amit az osztályfőnöktől, illetve a két osztályfőnöktől kaptak ezek a gyerekek. Nem az a lényeg, hogy ne legyen semmiféle konfliktus vagy probléma, mert nyilván itt is akadtak. De ezeket fel lehetett oldani, meg lehetett oldani, és meg tudták oldani, és ebben is partnerek voltak. Ez egy nagyon nagy erénye mind a két osztálynak. Az idei ballagás különleges volt, a ceremónián ugyanis a tolnai gimnázium 50 évvel ezelőtt végzett öreg diákjai is részt vettek. Az öreg diákok kerestek meg bennünket, és természetesen azonnal igent mondtunk, hiszen egy nagyon fontos dolog egy iskola életében, hogy az is kiderüljön, nem most kezdődött az iskola története, és 50 évvel ezelőtt is kiváló iskola volt, és nagyon-nagyon sok felé indultak el az 50 évvel ezelőtt végzett diákok is. És ez a találkozás, ez azt gondolom mindenki számára egy különleges pillanat, mintha maga előtt látná a 18 éves diák, hogy na majd 50 év múlva, majd hová jutok, vagy milyen ember leszek. Ez 18 éves korában az ember ezt természetesen nem érti, meg nem érzi, meg talán nem annyira fontos, de ez az alkalom, ez a pillanat talán egy picit szembesítette őket azzal, hogy igen, most 18 évesek vagyunk, fiatalok vagyunk, de hogy most merre indulok el, azon múlik minden. Majd 50 év múlva mi lesz?